gyors vendégcsere itt az asztalnál. Fekete Győr Andrásról most már velem szemben. Jó reggelt, üdvözlöm. Hát mennél szebb felvezetés nem nagyon kívánhatott volna magának. Horn Gábor ugye azt mondta, hogy ő nagyon örülne neki, hogyha a Momentumnak meg lenne az az egy mandátuma. Ezért most... sem vagyok másként természetesen. Nyilván ezt gondolom, hogy kettőnek is örülnek. Kettőnek és háromnak is nagyon örülnek. Igen, de azt hiszem, hogy senki nem mért. Tehát igazából a különböző mérések között vagy egy mandátumot mérnek önöknek, vagy azt mondják, hogy egy sem lesz meg. Hány százalékot adna most arra, hogy meg lesz az egy? Most 100%-ot. Ha most vasárnap lennének a választások, akkor a Momentumnak lenne egy mandátuma. A legutóbbi közvéleménykutatás szerint 6,3%-on van a Momentum. Ez azért jóval meghaladja az 5%-ot. Úgyhogy én most teljesen magabiztos vagyok abban, hogy egy lesz. És hát van még 2 hónapunk. Fel fog pörögni ez a kampány. Azt képviseljük, hogy az EU-s pénzt azt csak kórházakra, csak iskolákra és csak munkahelyekre költsük. Mentsük meg ezeket a pénzeket Orbán Viktortól. És én azt gondolom, hogy a választók többsége ezzel egyet fog tudni érteni. Azt mondta, hogy felpörög a kampány. Na de hogyan fog felpörögni? Ugye az ellenzéki pártok házatájáról, és én gyanítom, hogy önök sem állnak nagyon másképp. Ugye egyre másra azt lehet hallani, hogy körülbelül a pártok azt tudják csinálni, hogy kimennek az utcára, talpalnak személyes kapcsolat, ami az egyik legfontosabb egyébként, de hogy arra nem nagyon van pénz sehol, hogy mondjuk óriás plakátjaik legyenek. Nem csak pénz nincsen óriás plakátra, de lehetőség sincsen. Igen. Tehát mi már tavaly sem kaptunk óriás plakátot a parlamenti kampányban. A kopogtatás, meg a választói kapcsolatteremtés az a legértékesebb és legfontosabb. Tehát mi ezt már 5 hete csináljuk, több száz aktivistával országszerte, én magam is Dunaújvárosban, Sopronban, Székesfehérváron, itt Budapesten voltam, és rengeteg választónak ez az első találkozás egyébként a Momentummal, mert nem biztos, hogy néznek tévét, vagy nem biztos, hogy van internetük. Úgyhogy ez nagyon értékes. Egyébként a Facebook, meg a YouTube, meg az Instagram, ezek lesznek a mi terepeink, ahogy eddig is. Ott azért el lehet érni ugye a magyar társadalom felét. Lehet, hogy még többet. Na most ez egy erős átkötés lesz, viszont annak feltétele, hogy ön például találkozni tudjon a választópolgároknak, annak az a feltétele, hogy mondjuk ne egy gyanúsítotti kihallgatásokon vegyen részt, ugye most részt vett egy ilyenen, hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsították meg, azért, mert decemberben füstgránátot dobott, a gyanúsítás szerint célzottan a rendőrök felé. Mi történt tegnap ezen a kihallgatáson? Én azzal kezdeném, hogy amikor mi a Momentumot elkezdtük komolyan gondolni és csinálni, akkor azért nem voltak illúzióink, hogy hát az egzisztenciánk mellett a szabadságunk is fenyegetve lesz. És nekünk ezzel együtt kellett és kell vállalnunk ezt a hivatást. A tegnap a katonai ügyésszel beszéltem arról, hogy mi a tényállás maga, és azt mondta, hogy december 13-án a rabszolgatörvény elleni tüntetésen 23 óra 15-kor én ezt a füstölőt a rendőrsorfal mögé dobtam, és az ebből felszálló füst, ez akadályozhatta a rohamrendőrök tisztánlátását. Tehát semmifajta személyisérülés nem történt, én nem is akartam senkit se bántani, nem is bántottam. Szerencsére testnevelésből sem voltam felmentve, úgyhogy célozni is tudok. De ez alapján ők egy 1-5 évig terjedő szabadságvesztésre büntetendő bűncselekménnyel vádolnak. Azért ez nagyon abszurd. Szerintem nagyon abszurd és nagyon súlyos. Ez maximum egy garázdaság, és lehet a vége megrovás vagy közérdekű munka, de nem egy ilyen kemény bűncselekmény. Úgyhogy szerintem itt nagyon nagy túlzásokban van az ügyészség. Az az ügyészség egyébként, ami szemet huny a felett, hogy az EU-s pénzeket ellopja a Fidesz napról napra, hogy Tibor István 50 milliós Mercedesekkel járkál az uniós adófizetők pénzéből, ami nekünk járna, mármint magyaroknak. Luxusjaktokat vesznek belőle, meg vadászházakat. Tehát, hogy ez a kettő elég kemény valósága szerintem majd Magyarországnak. Amikor elhangzik egy ilyen meggyanúsítás, ugye azt természetesen nem tudjuk, hogy vádlott lesz önből, de ezt már el is mondtam korábban az adásban. Tegnap, aki a híradós összeállításunkat látta, én azt láttam önön, hogy ilyen nagyon kedvesen, nyugodtan mondja, hogy hát ön nem szeretne börtönbe menni, és nem is gondolja, hogy ott a helye. De tényleg ennyire nyugodt azért. Akármi is van, amikor az embert meggyanúsítják egy olyan bűncselekménnyel, aminek 1-5 évig terjedő szabadságvesztés lehet a következménye. Én nem tudom, hogy mennyire tudnék nyugodtan aludni. Hát az első az, hogy bízom az igazságban. Tehát az igazság az, hogy ez nem egy hivatalos személy elleni erőszak büntette. Az ügyvédemmel ezt többször átbeszéltük.
egy nagyon felkészült ember, aki maga is büntetőbíró volt 10 éven keresztül. Úgyhogy ennyiben én azért nem félnék a börtöntől. Én jogászhallgatóként voltam már több börtönben is Magyarországon, börtönlátogatáson. Szerintem senkinek nem kívánom, hogy oda kerüljön, főleg nem ezért a cselekményért. Úgyhogy az én lelkiismeretem teljesen tiszta, és nem hiszem, hogy a pártállam egy ilyen lépést megtenne, mert az lehet, hogy az emberek tömeges felháborodását vonna maga után. Tehát az ön jogi érzéke azt mondja, most tényleg jogilag megközelítve, hogy ez egész egyszerűen nem állhat meg, ez a meggyanúsítás? Azok alapján, amiket elmondott ügyész úr, nem állhat meg. De mi az összes nyomozati iratot elkértük tegnap, ezt meg fogjuk kapni, ezt tanulmányozni fogjuk, van videófelvétel. Azért önmagában az, hogy a felszálló füst ez kiket akadályozott, miben akadályozott, mennyire akadályozott, hány másodpercig akadályozott. Tehát azért ezekből azért nem hiszem, hogy arra tudunk majd jutni, hogy hivatalos személy ellen követtem el erőszakot. Ez ugye a jogi megközelítés. És azon túl, hogy én bármit is állítanék, vagy előrevetítenék, az ellenzéktől évek óta semmi más nem hallunk, csak az, hogy a Polt Péter által vezetett ügyészség az nem független. Ezt ugye az ellenzék mondja. Tehát ez meg a másik oldala a történetnek. Hát igen, ellenzék is, meg hogyha az Olafra gondolunk, ami megállapítja az Elios ügyben, hogy több 10 milliárd forintot csaltak el, és nem nyomoz a Polt Péter ügyészség, akkor ezt azért szerintem országvilág látja, hogy itt nagyon komoly bajok vannak. Na jó, csak ha önök ezt állítják, akkor ebben az esetben is elméletileg bármi megtörténhet az ön esetében, ha igaz, amit az ellenzék mond. Én nem vitatom azt, hogy nem történhet meg a legrosszabb, tehát a börtön, én csak... Nem tudom. Tehát, hogy én egy általában optimista ember vagyok, és pozitívan nézem a jövőt. Nem gondolom, hogy ez így megtörténhet, de meglátjuk. Én harcolni fogok a jog eszközeivel is természetesen azért, hogy az igazamat bebizonyítsam, és hát minden segítséget meg támogatást megkapok, nem csak ügyvédektől, de a társaimtól is, meg az emberektől is. Úgyhogy ezt meg nagyon köszönöm mindenkinek. Bárki mást egyébként gyanúsítottak meg hivatalosan? Hiszen több füstgránát és Voldonát Annát is előállították. Csak Atkert is előállították. Így van, igen. De csak önt gyanúsították meg? Ezt nem tudom. Ezt az ügyészség fogja tudni megmondani. De ő akkor mondjuk párton belül nem tud másról megmondani, párton belül tudná. Párton belül másról nem tudok. Uh-huh. Másról nem tudok. Más pártoktól sem hallottunk még ilyet. Jó, tehát megtörtént a gyanúsítás. Most mi az ügynek a menete? Az iratokat megkapjuk, áttanulmányozzuk, utána újra találkozunk az ügyészséggel, valószínűleg vallomást fogok tenni, és hát aztán majd ők eldöntik, hogy vádat emelnek-e vagy sem. Mi arra számítunk, hogy igen, miért ne tennék, ezt előkészítették, lehet, hogy valószínűleg vádat emelnek, ez megy a bírósági szakaszba tovább, és aztán majd a bíróság fog ítéletet hozni. Úgyhogy szerintem ennek még lesz több köre, amikor erről majd beszélnünk kell sajnos. Én most azt látom, hogy van egy tendencia, egy a Momentumot illetően, kezdődve az állami számvevőszékkel, akik az anyagi támogatásunkat függesztették fel, aztán a Nemzeti Választási Iroda, ami nem engedélyezte, hogy bejegyezzük magunkat az európai parlamenti választásokra, most pedig ez. Előző kettő elől elhárultak az akadályok, ugye most itt van ez is. Ezt még egyszer mondom, ezt vállaltuk egy ilyen országban, rendszerben kell politizálni, de hát ezt kell tenni, úgyhogy mi ezt csináljuk tovább bátran és lelkesen. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel. Köszönöm.